kezeljük a betegeket, miután megtörtént a baj. A prevenció e-formáját 2015-ben indította el a Szent Ferenc Kórház, majd csakhamar országos mozgásprogrammá fejlődött a kezdeményezés. A pulzusmérések segítségével séta közben feltárják a résztvevők szív- és érrendszeri kockázatait, s az eredmény ismeretében további kivizsgálásra irányítják azokat, akiknél ez indokolt. Mindez akár életet menthet. Látom ennek a tanösvénynek a szerepét. Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere arról szólt, ez már a negyedik tanösvény a nagyközségben, s a 12 állomáshely, illetve a 3 vagy a 7 kilométeres túra arra hív mindenkit, odafigyeljünk önmagunkra, s mind arra, amire kevésbé szoktunk a mindennapokban. Itt az ember egy kicsit összhangba kerülhet a Jóistennel és a természettel is. Értéket teremtünk azzal, hogy az egészségünkre vigyázunk, értéket teremtünk azzal, hogy a jövőben, például ahogy elhangzott, a gyalogtúrázók, a kerékpározók, a lovastúrázók is, mondhatom úgy, hogy a jármódváltók megtalálják a számításukat itt a Balaton nyugati csücskében, és én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak a jövőben is kutya kötelessége segíteni az ilyen jellegű fejlesztéseket. A Szent Ferenc Kórház főigazgatója úgy fogalmazott, egy év után az infarktuson átesett betegek egynegyed része nincs már velünk, s ez rosszabb, mint a daganatos betegségek halálozási aránya. A magyar lakosság több mint fele szív- és érrendszeri betegség következtében megy el. Ha így együtt tudunk dolgozni a jövőbe is, akkor ez a mintaadó közösségrendszer, ami itt van, ez nekünk is mintát fog adni, mert higgyék el, és higgyétek el, hogy ritkán látunk ilyet. Jó gazda, jó önkormányzat, jó egészségügy nem nagyon szokott menni. Úgyhogy ha ezt meg tudjuk mutatni, akkor el fogjuk érni azt az 50-60 helyszínt Magyarországon, hogy bárhol megyünk, a szív- és érrendszeri egészségünk esetleg jobb állapotban legyen, karbantarthatóbb legyen, és akkor egy ilyen boldogabb és hosszabb életű országot fogunk látni. Ehhez 5 dolog kellene: leszokni a dohányzásról, csökkenteni a testsúlyt, időben felismerni a cukorbetegséget, megfelelően kezelni a magas vérnyomást és a koleszterin szintet, s ennek legegyszerűbb módja a testmozgás. A kardiotanösvények ennek lehetőségét kínálják.